Szeretettel köszöntöm a drága testvéreket. Áldom meg az Úr benneteket, örülök, hogy itt vagytok. Szeretettel köszöntöm azokat a testvéreket is, akik távolból követik ezeket a tanításokat. Mindenki nyissa ki a szíve ajtaját, ne a buksiba menjen az ige, mert az csak a egót növeli, hanem a szívbe menjen maga az ige ugye az Isten, és maga az Isten a szeretet, és ez az ige tudja megváltoztatni a mi életünket, semmi más. Ne van írva a Szentírásban. Úgyhogy a szívetekbe engedjétek be. A múltkori tanítást fogjuk még folytatni, ez a tanítás gyakorlatilag erről szól, hogy ez már a Szentírásból, eredeti görög fordításból megy a tanítás most is. Mert ég és föld a Károly és az eredeti görög, szóval na. Következő, ugye ezt már tisztáztuk, nem van a Szentírásba írva az eredeti görögbe, hogy Úr Jézus Krisztus felekezetéhez tartozunk. Mind ahogy van a nagyegyháziak is, ugye az is egy felekezet, majd az a harmadik tanítás lesz, hogy különbséget tegyünk már Úr Jézus Krisztus felekezete között, az Úr Jézus Krisztus gyülekezete között, és a nagyvilági felekezetek között. Úgyhogy különbség lesz most éve, hogy mindenki ébredjen fel, ezek a tanítások azért szólnak, hogy ébredjenek azok föl, akik oda be vannak ragadva és meg vannak kötözve. Meg vannak fertőzve. A farizeusi kovásztól, ugye a Biblia egyértelműen tudatja nekünk, hogy a kovász maga a farizeusi tanításoktól, vigyázzatok, úgyhogy ilyen helyre ne álljatok, mert ezek a tanítások elviszik az embereket. Még az igazak is, akik elindultak a szűkeskeny úton, megtéveszti őket és lelépnek a széles úton, mert az könnyű és jó, azt csinálsz, amit akarsz, csak azt már nem teszik hozzá, megyünk a pokolba úgy együtt, hogy vagyunk. Mert aki a széles úton jár, az a pokolba fogja végezni a pályafutását. Na úgyhogy beszéljen az ige, hogy szoktam mondani, ugye, Jézus Krisztus gyülekezete vagyunk mi is. Akit a Krisztus ő vérén megváltott, minket megváltott, minket nem a Vatikán váltott meg, igaz? Nem a esperes, meg nem a atya, meg stb. Miközben az ige is írja, senkit ne hívjatok atyának. Egyetlen egy van nektek a mennyei atyátok. De azért katolikusok azért nagy erőszeretettel atyádnak, és erőszeretettel mennek szembe a Szentírásnak, és ez a kezdet kezdetén is így volt. Ő maga a gyilkos atyától valók. De már ez bővebben a következő tanításnak ki fogjuk fejteni. Zsidókhoz írt levél, 9. fejezet 14-15-ös ige versét olvasom föl. Mit mond ez nekünk? Mennyivel inkább Krisztus vére, aki korszakokról beszél itt a Szentírás, az eredeti görög nem örök élet, vagy örök halál, nem igaz, hazugság, mert még a halál a pokol is föl fogja adni az ő halottait, és meg lesznek azok is ítélve. Ez lesz az utolsó ítélet. Azt mondja, olvasom tovább. Szellem által önmagát vitte hibátlan áldozatul Istennek. Figyeled? Szellem által, nem test által. Gyerünk, húzzuk föl magunkat, mi égünk már tovább. Gyilkosság szellemen el egy ember, aki öngyilkos, ez mind az az ellenzék csinálta. De ő nem test által, mert hirtelen fölindulásból. Szellem által. Meg egy dolgot tisztázom. Maga a mennyei atyánk szellemi lény. Nincsen neki lelke. Na most ez a tegnapi tanítást, amit néztem, ez a Görbic testvér, amit ott tanított, hogy az atyának a lelke, ugye lelkeznek, mert még odáig nem érkeztek el, hogy a Szent Szellem rájuk szól, hogy nincs is Szent Lélek. Nincs Szent Lélek. Ez a magyaroknak a defektes Károly Gáspár fordításából származik, hogy ő miért szent lelkezett, majd egyszer találkozunk vele, megkérdezzük. Lehet, hogy fegyvert tartottak a fejéhez, és ő nem akart még meghalni, inkább lelket írt. Mert biztos, hogy valami nyomása volt ez. Na most, kedves testvérem, itt szellemet ír. Maga a mennyei atyánk egy szellemi lény. Ő nem testi, ő nem öltött testet, hanem Úr Jézus Krisztus volt ez. Szellemi lény. Szóval a szellem által cselekedte meg ezt Úr Jézus Krisztus.
nem test által, hanem szellem által, mert az Atya volt benne, tudjuk az igéből. Ennek így kellett lenni természetesen. Istennek meg te áldozatul, szóval Krisztus a korszakok a szellem által önmagát vitte hibátlan áldozatul Istennek megtisztítja a lelkiismereteket a halott tettektől, hogy szolgáljanak az élő Istennek. Az maga Úr Jézus Krisztus az élete által jött a tisztulás a mi életünkre, aki befogadta Úr Jézus Krisztust a szívébe, és ha ő ott már lakomást vett, akkor be vagy oltva a szöllő tőkébe, te vagy a szöllő vettő, akkor Úr Jézus Krisztus benned van, te meg ő benne vagy, de kedves testvérem, te nem a magadé vagy, Úr Jézus Krisztus váltott meg tégedet, és ugye, hogy mondják, hogy szabadságban vagyunk, de az egyik rabszolgaságból mész a másikba, az az Úr Jézus Krisztusnak a rabszolgája leszel, az eredeti görög így fordítja, Úr Jézus Krisztus rabszolgája légy. És ő Szent Szellem által makulátlanul bűnmentes volt, ezért tudta hozni nekünk ezzel az üdvösséget. Hogy az életét adta, drága vérét adta, mert az ige egyértelműen leírja, hogy ahhoz, hogy bűn el legyen törölve, vér nélkül nincs. Ha az Ótestamentet elővesszük, évente egy bikát elkaptak, nyakát elvágták, vérét kisurgatták, és akkor még egy bikának a bűneiket ráolvasták, egy évig rendben voltak. De ettől még nem szabadult meg senki a bűntől. Következő évben megint meg kellett csinálni. Azért nem jól az Ószövetség. Nem hozott megtérést az embereknek. Erre aztán a mennyei atya láttak, sajnálta az embereket, hiszen ő teremtett bennünket, le van írva az igébe, az Úr nem örül az ember halálának. Ördög örül csak. És ha te meghalsz, vagy belesed be bármibe, ezt az ördög csinálja. Nem Isten. Ha nehogy azt hitt, hogy Istennek arra szüksége van, figyelj csak, ugorj a vonat alá. Meghalt kész az atyához, mert nem, hát a vonat alá ugrott, vagy elütött a vonat, vagy nem figyelt, ez mind az ördög csinálta. A kedves testvérem Úr Jézus Krisztus adta drága vérét érettünk. Ő a király, a királya uraknak, urakinek a nevére minden térd meghajol. Menjen földön, föld alatt lévő. Az ördög térde nem. De tudja, hogy van Isten. Még az igét is ismeri sokkal jobban, mint sok keresztény. De akkor se tér meg. Nem is akar. Ez a nyakasság szellemisége, kevésség szellemisége, az, ami nem, ahogy az ige is írja, és nem tértek meg, nem változott meg a gondolkodás módjuk, ugye eddig ment a széles úton, megfordulott a szűkeskeny út, befogadom urat a szívembe, és én ellen a szűkeskeny úton megyek, és nem a magamé vagyok, hanem Úr Jézus Krisztusé, hiszen le van írva a Szentírásba, Úr Jézus Krisztus váltott meg téged, nem a magadé vagy. De te már reggel kitalálod, ezt csinálom, azt csinálom, azt csinálom, mert ember, hol van Isten? Ezt hívja a Biblia a nagy egónak, kevésségnek. És azt mondja a Szentírás, a kevélyeknek ellene állok. Miért áll Isten ellene a kevélyeknek? Azért, hogy már ne kerülj egy olyan helyzetbe, egyszerűen befogadtad az Urat, elindultál jó úton, hogy ebb visszatér a dokádékára. A disznó meghempereg a mocsokba. Meg lett tisztítva, meghempereg. Mert erre az igaz, hogy jobban járt volna, meg se tért. Mert ezeknek sokkal rosszabbul lesz dolog. Le van írva. Nem csak egy befogadó, már te mondok, azt ugyanúgy élem az életemet. Ember, nem vagy Istennél? Ezek nem súlyos szavak. Nem vagy Istennél. Meg kell térni. Mi a megtérés? Bűneimből megtérek, átadom testemet, lelkemet, szellememet Úr Jézus Krisztus szolgálatára. Az emberek még ott tartanak, hogy még időben se tudnak eljönni. Most senkit nem akarok bántani. Csak el kell dönteni egy órával előbb elindulsz. Mi fontos neked? Mi lehet pontosabb az Úr elé, amit teszel? És az Úr meg ellened áll. És csodálkozó nem úgy mennek a dolgok, hogy kellenének. Mert az Úr ellened van, nem veled. Ellened? Azért van ellened, hogy teljes mértékben ne csúszva el odáig, mint ebben az okádékára.
hogy most nem jövök, ma nem jövök, hú, ilyen is volt a mi életünk sor alatt a gyülekezetben. Most edél nem meg, most edél nem meg, most edél, most már egy hónapja nem volt, már nem is volt kedve jönni. Mert az ördög úgy megterítődött az ördög elvilág Istenével, hát minek jöjjek? Ezt az ördög csinálja. Hát mi életünkről van szó. Azról nem beszélve nem tiszteljük az Urat, aki az életét adta érti. Üdvösségét nyerhessük. Nem kegyelmes tanítást tanítunk, de üdvösség ingyen van. Úr Jézus Krisztusnak köszönhetjük. De egy bűnös se látja meg a mennyek országát. El is le van írva. És a hús test nem fogja meglátni a mennyek országát. El is le van írva. Ezt már nem teszik oda. Szóval én nekünk is, üdvösség ingyen van. Ez olyan, mint Amerikában, azt mondják, ott van, kaptál 100 millió dollárt, oda el kell jutni, át kell venni. Tihed, én megkaptad, de még nincs nálad, nincs a birtokodban. Neked birtokodban van-e a Szent Szellem és az Úr a te szívedbe? Ha igen, akkor Isten félelemre jussz, nem mered megtenni még azt se, hogy késed. Nem, hogy nem jössz. A bátrak teszik ezt. Azok teszik, akik az Úrnak a félelmét még nem engedték be. Nincs benne az Úr a szívbe teljesen. Azok megmerik tenni, a bátrak. Ki az ördög is, nem? Ki az ellensége Istennek? Az ördög. És Isten embereinek? Az ördög. Azt veszi azokkal. Nem ennyi, fontosabb ez, fontosabb az, mert minden fontosabb, csak a Isten tisztelet. Nem. Na, kedves testvérek. Szóval a zsidó levél most még egyszer egybeálltól. Mennyivel inkább Krisztus vére, aki korszakokok szellem által önmagát vitte hibátlanul, áldozatul Istennek megtisztítja a lelkiismereteteket a halott tettekből. Lelkiismeret mi? A testhez tartozik. Ő még lelki, testi. Júdás 19 lény alak, a érzékiek. Nincs meg bennük a Szent Szellem. Érzéki. Rosszul néző, rá már besértődik, nem jön többet. Vagy igazságod a fejére tolod neki, besértődik, nem jön többet. Ezek az érzékiek. Hogy szolgáljanak az élő Istennek? Szóval szolgálni kell. Az élő Istennek. 15-ös igenes. És ezért az új szövetség közben járója, Úr Jézus. Mert miután a halál az első szövetség alatt elkövetett kihágásokat megváltással megtörtént, elvitte. Az első szövetség bűneit eltörölte. És ezt Úr Jézus Krisztus tette, senki más. Csak Úr Jézus Krisztus. Eltörölte. Elhívottak, de miért tette ezt? Figyeljetek csak! Az elhívottak elnyerjék a korszakra szóló sors részesedés ígéretét. Ez eredeti görög az ilyen kicsit úgy másképp van, biztos érzékelitek, de ez az eredeti görögő van. Szóval egy korszakra való életet az elhívottak el tudják nyerni. Az elhívottak. Sokan vannak a meghívottak, kevesen a kiválasztottak. Ismerjük az igét, ugye? Hát hogy ne meg van hívva mindenki. De hát még csak Isten tiszteletre se jön. Ha gondolod az Úr áldást adja neki. Nem, hát az a kevésség. Kevélyeknek meg ellenállak. Úgyhogy ütköznek bele különböző problémákba. Mert az Úr ellene áll. Akármilyen aranyos az Úr, nagyon szereti, nem örül az ember halálának, de lesz az utolsó ítélet, valaki a pokol tüzére fog kerülni. Le van írva. Isten mindvégig irgalmasságot akar, de nem arra van az irgalmasság, hogy nap mi nap a bűnt elkövetni, és elkövesd, és menj szembe Istennel. Nem erre van az irgalmasság. Hiszen azt mondja az ige, amikor miután az igazságot megismerted, a Szent Szellemet mindig keresztre feszít, a Jézus. Jézus mindig keresztre feszíted. Mert te már az igazságot tudod, és mégis megteszed már, aki megteszi. Mert megmeri, milyen bátor, igaz? Ez csak az ördög ilyen bátran megy a Istennek a dolgaival szembe. És aki mind testi keresztény, az mind meg tudja tenni, megy ő is szembe Istennek.
komoly dolgok, amelyekkel lesz veszterem. Itt nincs, mert a szentségre kell előbb-utóbb jutnunk. Mindnyájunknak. Egy Korintus 6:19. Hova menjünk, kedves testvérem? 6. fejezet 19-es ige versét fel fogom olvasni. Igen, 6:19, figyelj. Vagy nem tudjátok, hogy a testetek bennetek lévő Szent Szellem temploma? Nem tudjátok? Hát aki megmeri tenni, hogy megy Isten ellen, nem tudja. De tudja. De ha már tudja, megfeszíti Jézust minden áldott alkalommal. Megfeszíti. Bátor, ő a bátori. Bátor legény. Csak sajnos ők a pokolba fogják végezni. Mert van egy ige az Úrhoz, de most föl bennem, ami azt írja le, hogy van, aki már annyira eltávolodik, hogy nem bír visszafordulni. Sedek elhagyják a gyülekezetet is. És akkor hamis tanítókot néznek, és az Isten is, akinek nem kellett az igaz tanítást, Tesszalonikai levél leírja, azokra maga Isten a tévegő szellemét elküldte. Tévegő össze-vissza minden. Nem mondom ki a gólya. Tévegő. Neki ez is jó, meg az is jó, ez is olyan jó tanítás, az is olyan jó tanítás, mert már a Szent Szellem nincs ott, aki különbséget tudna tenni, hogy az ige írjati Szent Szellem által, ha betöltek eztetek, mindent vizsgáljátok meg. Ítéljétek meg, a másszav ad meg, ítéld meg. Ne ítélkezzél, mondják mindjárt. Nem, én nem elítélem, hanem megítélem, milyen a tanítása. Vagy megítélem a bárányt, hogy hamis, vagy kétszínű, és meg van ítélve. Azaz vizsgálva. Ha ez jobban tetszik a fületeknek, akkor mondjuk azt, hogy megvizsgálva, de az eredeti görögben azt írja le a Korintusi Levél 2:15-ben, ki Szent Szellem által újjá született, az mindenkit megítél, és őt senki. Senki. És maga Pál apostol mondja, én magamat se ítélem meg, engem senki nem ítél meg, hanem csak az Atya. Mert ő kiválasztott edénye volt, és ezt Pál apostol mondja. Szóval, kedves testvéreim, vagy nem tudjátok, hogy a testetek bennetek lévő Szent Szellem temploma, amelyet Istentől kaptatok, nem magatoké vagytok. Ébredj, ember! Nem magadé vagy! Nem te döntöd el, mit akarsz! Nem te döntöd el, mit teszel! Hanem ezt a Úr dönti el. És ezt a reggel imádságodban már tedd be. És majd az Úr fog téged vezetni. Kedves testvérek, 2 Korintus 3:5-ről megy. 2 Korintusi Levél, 3. fejezet. 3. fejezet, 5-ös és a 6-os ige versét fogok felolvasni nektek. Figyeljetek! Nem mintha magunk alkalmasak volnánk valamit is kigondolni. Nem vagyunk alkalmasak még arra is, hogy te kigondolt. Nem vagy alkalmas. Ébredj föl, a test ad nulla. Vagy még egy nulla. Test ennyi. Az csak téged a sírba tud vinni. Semmire se vagy alkalmas magadtól. Ez le van írva. Pál apostol mondja. Szóval nem, mintha magunk alkalmasak volnánk valamit is kimondani, mint önmagunkból való, hanem mert a mi alkalmas voltunk Istenből van. Szóval ha te alkalmas leszel akár egy tanításra, evangélizálásra, lelki gondolásra, bármire, az Istentől van, nem te magadból. Ugye vannak ezek a lelki gondolók, meg na adjuk már, a varázslók, meg semmi közük semmihez. De ahhoz van közük, hogy jó pénzeket elkérjenek. Komoly óradíjakat, azt meghallgatják, a sérültet, azt mehez tovább, hogy mit tud csinálni, ugyanolyan sérült. Az a sok panaszkodásra, amit jönnek egy nap, ki tudja menni, fogad, azok a démonok mind ott vannak benne. Nem lesz idő külön. Semmivel se. A brutális démonizált állapotban van. Hát mit ő ne lenne?
Hát nem vagy alkalmas semmire sem magadtól, nehogy elképzeld. Ezt az ige mondja, nem én. Figyelj csak. 6. ígéves. Aki elég, alkalmassá is tett minket. Ki? Isten. Akit elhívtam, én azt megigazítom, mondja. Akit szeretek, beteszem a borshajtóba, ne félj, kicsavarja belőled a bűneidet. Na de ha te az ördöggel paktizálsz, akkor aztán nem mész a te utadon, akkor azon békén, ha a tévégés szellemét rád küldi, azt vajon az ítélet. De a lehetőséget mindenki megkapja. Figyeljtek. Szóval, alkalmassá tett minket, hogy az új szövetség szolgálói legyünk. Ez alkalmassá kell, hogy tegyen az Úr. Ha meg kell, hogy tisztítson, Szent Szellem által újjá kell, hogy szülessél, hogy értsd a Szentírást, ember! Reggeltől estig olvashatod, írja az ige, hogy mindenkor tanulnak, de az igazságra soha el nem jutnak. Ezek a testi keretények, ezek a palideusok, ezek a megtévesztettek, és így tovább. Ezek a teológiát végeztek, semmi közük Istenhez. Ezek nem súlyos szavak, ige írja le ezeket. Mert azt mondja az ige, hogy aztán a tanítványainak a legvégén Úr Jézus, figyeld ezt az igét. És aztán megnyitotta az értelmüket, hogy értsék a Szentírást. Akkor mit üzen ez az ige? Akit az Úr elhívott, annak megnyitja az értelmét, hogy értse. Nem testből mondod, mert testből nulla, izzadság szavú. Testből. Mit akarsz testből? Hús, test, a semmit se ért. Azt csak a bűn befogadni, az vagyom. Ez a hús test. Én tudom, hogy tudjátok ti is, hogy miről beszélek. Érzitek a saját életetekben. De mikor Istennél vagy, bizony ellen a szűk keskeny úton, borsajtóra beted, nem leszel te olyan vidám. Mint a hízott túlkok, és akkor esznek, dőzsőnek, írja az ige, megtérve egysíts. Az ige azt mondja, azok, ha szomorúságra jutnak, a testi szomorúság, az a ördögtől a halált nem. Hogyha beengeded a szomorúság, beengeded a halál szellemét, előbb-utóbb kinyílt tégedet. Mert János 10-10 leírja, miért jött az ördög. Az ördög azért jött, hogy lopja. Meglop a házassága, meglop ebben, meglop ahova. Vagy akár belégyen egy autó, akkor is meglopott. Autó tökre ment, azt meg kell csináltat, de addig nem tudsz vele járni, vagy ha el akarod adni, kevesebbé. Már meglopott. Csalni, becsap, csaló. Csalás hőmestere az ördög, csaló. Lopni, csalni, figyelj, nyomorba dönteni. Paráználkodja, írja a Biblia, aki paráználkodik, férfi, egy darab kenyerre fog jutni, mert a nő lehúzza. Paráználő, telve minden lafériliával, jezabeli szellemiséggel, ugye hozzá kapcsolódik a paráznossága, a homoszexualitás, stb. Minden ő alatta van, jezabel alatt. És szépen kódusbotra jut. Le van írva a Szentírásban, nem én találom ám ki, most mondja az Úr nekem. Azt is tudom, hol az ige hely, de most nem megyünk arra, nem kanyarodunk el, csak megemlítem. Lopni, csalni, nyomorba dönteni, vigye, és a végén kinyírni. Ha nézzék körül a világban, milyen jól végzi a munkáját ez az ördög. Sajnos. Az Úr meg azért jött, hogy ti bővölködjetek. Meg akar szabadítani benneteket, de ehhez neked oda kell adni a testedet, hiszen nem magadé vagy. Továbbra is kevéket, játszod az agyadat, azt csinálsz, amit akarsz. Tiszta test és lázadás. Tiszta test és lázadás. Hát egyszer mutasd meg, most nem megyek el oda, első az Úr. Na egyszer mutasd meg az életedben. Most nem megyek oda a apámhoz, vagy a gyerekeimet, mert Isten tisztelet van, első az Úr. Ezt a mi családunk tudja. Szombata Úr. Nem azért, mert törvényeskedünk. Mert szombaton volt. A szombat a szombat egyébként ugye a hét első napja a vasárnap volt. Ezt a Bibliából tudjuk arra támasztani. Na ha vasárnap tartod, az is jó. Mert azt mondja az ige, hogy ne ítélkezzél a szombat és a vasárnap. De mi Biblia szerint betartjuk.
Betöltsük, bocsánat, betöltjük az írásokat. Szóval, kedves testvéreim, ott voltunk, hogy melyik volt, segítsetek, ez a 2 Korintus, igen. 3, 5, 6. Igen, még a végére talán nem értem. De akkor még egyszer. Aki elég alkalmassá is tett minket, hogy az új szövetség szolgálói legyünk, nem a betűjé, nem az ószövetségé, hanem az új szövetségé. Ez nem azt jelenti, hogy az ótestamentú írásokat be kell kukázni, mint aki mondta, ilyen hígagyó volt, ilyen vezető már nem egy. Az már nem tartozik. Dehogy nem. Szeretettel be kell tölteni. Igaz? Úr Jézus Krisztus Máté 5.17-ben ezt mondja. Nem a törvényeket jöttem eltörölni, hanem betölteni. Kérdezik a farizeusok, mi a 2 fő törvény? Szeresd tiszta erődből az Úr Jézus Krisztust, az Istent, és szeresd vele barátodat úgy, mint önmagadat. És ugye le is írja a Máté 5.17, azaz Jézus szavai, be kell tölteni szeretette. Akkor betöltötted az egészet. Nem kell külön belemenni, jaj, most én nem lopok, le van írva, jaj, nem időj. Mert akkor visszamész a törvény alá. Kik vannak a törvény alatt? Szeretném ezt is tisztázni, mert el vannak tévejezve ezek a hamis tanítók, kegyelmes tanítók, hogy ne kritizálj, ne ítélkezz, stb. Mert közben le van írva a Galata levélbe egyértelműen, akik Szent Szellem által nem születtek újra és gyümölcsöt nem teremnek, azok mind a törvény alatt vannak. Mert testiek. És a testi kereszténynek semmi köze az Úrnak. A leszerű tanítás. Semmi köze. Halleluja. Na, kedves testvéreim, szóval azt mondja, hogy nem a betűjé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig értet, élővé tesz. Hát egy élő lény megy be. Úr Jézus Krisztus az élő víznek a forrása, aki szomjazik, jöjjön hozzám, ebből a vízből iszik, soha nem lesz szomjas. Amen, ezt mondja az ige. Ha nem testi. Aki testi, persze a betű megöli. Le is van írva Zsidó 4.2 a betű öl. Kitől meg a betű? Az, aki Szent Szellem által nincsen újjászület. Kedves testvérem, le van írva az eredeti görögbe, mert a Károly azt se így hozza vissza, hogy a testiek nem az Úré. Újra köszön, nem ismerik Isten. A Biblia nem azt mondja, hogy te ismeretet szerezi az Úrról, hanem ismerd meg az Urat. Te edénye légy neki. És ha Isten a te szívedben van, hogy mered azt megtenni? Nem jössz kések, nem számít semmi, majd ha nagyon rájönek el meg az Isten tiszteletre. Ennek az embernek köze nincs Istenhez. Mert ha volna, Isten félelemben volna. És Isten félelemre kell jutni. Mit mond a példa beszélek? Ha Isten félelemre jutottál, bölcs vagy, kapod a bölcsességet. Pedig bölcsesség nincs, csak okoskodás. Testből való okoskodás, hogy az ige írja, hogy okoskodnak, hát meg eredeti görög így írja. Okoskodnak, vitáznak, de soha az igazságra el nem nyugnak. A testi keresztény soha nem tud eljutni az igazságra. Sose. Mert már neki ezek a beszédek, amit itt elhangzottak, pedig ez mind biblikus volt, már kiveri neki a biztosítékot. De az ördög ott bent már lázadozik. Hagyjad már, mit hallgatod már ezt a kárhoztató beszédeket. Nem, ez a beszéd visz téged az életre. Ez. És nem az, hogy szeret az Úr, ez a nyálas beszéd írja, és a Biblia, vigyázzatok a hízelgős beszédűekre. Szeret az Úr. Dicsőség Istennek. Szóval, kedves testvéreim, ez tesz minket élővé. A szellem törvénye jött. Eltörölte, ugye Zsidó 9.15, eltörölte minden közbe eső utat, az atyához szabadon mehet a szűk keskeny úton. Ezt végezte Úr Jézus Krisztus. De ez újjáke született. Újjászületés nélkül nincsen mennyország, ugye a Nikodémusra emlékszetek, maga Jézus mondja el neki. Újjá kell születni a testednek, lelkednek és a szellemednek. Mert ha valamelyik nem,
az nem látja meg a mennyek országát. A kedves testvéreim, komoly a tét. Az életünkről van szó. És az élet, és az út, és az igazság János 14, ha csak az Úrnál van. És csak Úr Jézus Krisztuson keresztül jutsz a mennyei atyához. Itt nem. Se Buddha, se Krisna, se katolicizmus, se reformatizmus, se szabadkőben, se semmi. Csak Úr Jézus Krisztus. Nincs más. Nincs más. Kedves testvérem az Úrban. Szóval nem a betű szövetsége van már, hanem a szellem szövetsége, új szövetség. Ezt eltörölte az Úr, de nem a törvényeket törölte, hanem mit mond az ige, figyeld a zsidók 9-9, de fölvitte az Ószövetség bűneit. Azt nem törölte el a törvényt. Hát ő maga mondja, én nem a törvényeket jöttem eltörölni, hanem betölteni. Nem fogad, fölé kapta egy sallert, visszaadhattad. Mennyi egyszerűbb volt a Old Testamentum. Jó? Ellopta az autódat, ellopod a házát. Az jó van. Mennyit csináltak ilyet a romák, figyelj ide. Eljutották a fiszkót a kocsmába, adásvételit iratták, meg a házat elvitték tőle. Akkor a bátya, mire megtudta, annak nem tetszett, a normális volt, a nem mutalkozta, meg jól megverték. Ilyenek voltak. Szóval kedves testvérem az Úrban. Nézzük meg 2 Korintus 3.17. Mit mondnék? Olvasom. Az Úr pedig szellem. Ahol pedig az Úr szelleme, ott a szabadság van. Ha az Úrnak a szelleme a te életedben van, szabadságban van, nem arra van a szabadság, ne legyen a hús testnek csali, írja a Szentírás, hogy bűnöket követünk-e, hiszen szabadságban vagyunk. Nem. Arra vagyunk szabadságra elhívva, hogy az Úrhoz kerültünk, az ótestamentumi törvény alól kijöttünk, és betöltsük Szent Szellem által a törvényt. Betöltsük. Erre van a mi szabadságunk. Szabadok vagyunk az ördögtől. Ez a szabadság. Mert Úr Jézus Krisztus ugye a Lukács 4.18-ban írja, miért jöttem én? Szellemi vakoknak a szemeit megnyissa. Szellemi vakok, aki testi kerettei. Hát meg, aki meg sincs téve, az akkor megbeszél. Azért, hogy a megkötözötteket, akik az ördög által meg van kötözve rengeteg sok bűneivel, felszabadítsam őket. Ezért jött Jézus. És ez Szent Szellem által teszi. És ahol a szellem, ott a szabadság. Mert ott már Úr Jézus Krisztus van. Isten szellemét befogadta. Beoltott a szöllő tőkébe. De tudjátok, milyen egyszerű ez? Jézus mondta, nézd meg a gyümölcseit, azt már is tudod hol van. Igaz, milyen egyszerű? Gyümölcs, vagy beszélgetsz vele. És már is megtudod az elnyomorodott gondolkodás módát, mikor el kell beszélni. Nem Efezus 4.29 építő szavak hagyják el a te szádat, mert ezek építők. Ez mind az Isten igéje. Ez épít tégedet, hogy a szűk, keskeny úton tovább is kitartsál. És juss Isten félelembe. De van így. Nem az Old Testamentumot bekukázni, a zsidókhoz írt levél a zsidóknak írodott, a korintusi levél a korintusiaknak, a timóteusi levél a timóteusnak, nekünk meg semmi. Mert nem olvasom sehol. Jobbágyiaknak, vagy a veresieknek, vagy a rátótiaknak írtak volna külön. Miközben egy igébe belefoglalja. A mi okulásunkra írom. Tanuljunk meg. Ennyire egyszerű. És azt mondja Úr Jézus Krisztus, ebben egy jót el nem veszed. Egy jóta nem, hogy bekukázod az Ó Testamentumot, te elvetemült testi keresztény. Milyen bátorság kell lehet? Aki ilyet mond, és meg is cselekszik. Úr Jézus Krisztus ezt mondja, egy jóta ebből el nem veszhet, míg be nem teljesedik. Így lesz, így lesz. Mindvégig kegyelem van, mindvégig kegyelem. Mindvégig irgalmasságot akarok, mindvégig irgalmasság lesz. Egyszer csak jön az idő, az Úrnál van az idő, kereszténynek kell kezdeni ítéletet. Be van írva. Pontosan Péter kérdezi meg az Úrat.
Mikor mondja, hogy ezek hova fognak jutni. Uram, velünk mi lesz, ha ilyen nehezen jutnak üdvösségre? Még ő is megért. Ha velünk mi lesz, ha téged követtünk? Lesz ítélet. Lesz ítélet, elvetemült kegyelmesek. Mert kegyelem van, ez így rendben is van. De egy bűnös se fog fölmenni. A kegyelem arra van, ha hosszú tűrésére. És irgalmasságot akarok. Kegyelem arra, ha megkegyelmed el neki. Ha te nem tudod a bűnbocsánatot megbocsájtani, neked se bocsájt meg a mennyei atya. Rengeteg sok keresztényben gyűlölködés van. A rossz indulat. De mit ő ne lenne, mikor a nagyvilágban van? Ne fedesd a de világot! A de világ kívánsága, ez mind a e világ istenértő van. Az mind rossz. El kell felejteni. Tudjátok, mit írja az ige? Ha te engem akarsz követni, és tanulóm akarsz lenni, add el a vagyonodat. Ne zenektek gazdagok. De a Jakab levele írja is. Gazdagok, ti már immár sírjatok, mert a ti gazdagságotok el fog múlani, mint a fű. S több helyen is ír a gazdagságot. A lóvé csinálja, az a mocsok, a lóvé a fertő. Mit mond? Nem lehet két urat szolgálni a mammont is, meg eurat is. Egyiket gyűlölök, figyelj csak, másikat szereted. És milyen becsapott állapotban van az a gazdag, aki elképzelni jár az istentiszteletre minden két, ahol még a tizedet is odaadja, és közben a lóvét hagyja. És a becsapott állapot ott benn van, hogy én az Úrnál vagyok. Nem. Mit mondod? Igen, Isten mondja. Egyiket gyűlölet, másikat szeretem, döntsd el. Na már pedig, ha te ugye a pénzt hajtod, akkor te azt imádod, emesz meg gyűlölet. Annak ellen, így uram, úgy uram. Hát mit mond Jézus? Ne mondjátok nekem azt, hogy uram, uram. Miközben a szátokkal közel vagytok hozzám, de szívetek távol. Nincs üdvösség. Efézus 5-öt leírja, hogy a fösvény se menjen fel a mennyek országába. Mert a pénz az imádata neki, az a bálványa. Testvére, ezeket be kell tölteni. Nem tartani, tölteni. Mert a kosárba úgy dobott be a tizedet, hogy ne! Akkor ne is dobja. Hanem örülsz, uram, örülök, hát csak egy tizedet kell beadni. Hát az összeset te adtad nekem. Hát mi ez a tized? Semmi. És közben látja, te szíved rendben van, figyelj. Ő gondoskodik róla, hogy nem százszorosát ír az ige, hanem sokkal többet ad vissza. Míg te saját magadnak meghúzod az anyagi áldásodat, mert te húzod meg az, aki nem teszi be. És én most nem azért beszélek, de hanem följött ez is, és ezt is figyelembe kell venni. Mert az Úr akarata. Ez így megszüntetve, semmi nem lett megszüntetve a törvénynek. De az új testamentum is hemzseg egyébként a tizeddel, Lukács, és akkor oda mennek a farideusok, ugye hátulról mellbe, ugye rafinálra lérje. Uram, kellene a császárnak tizedet adni? Figyelj, de behozzátok a mentából, meg a kaportból a tizedet, na azt se hagyjátok, nem azt mondja, adjál pénzt, ki van rajt, a császár. Na kap meg, ami a császárnak, de avatokot se hagyjátok-e. Nem alig volt. Akkor miről beszélnek, én nem is tudom, honnan teszik ez. Mindig kapzsi pénzéhesek, akik aztán kontráltak különböző, mit tudom én, fórumok, például Facebook, meg a ilyen helyeken, és akkor ő letolja maga tanítását is. Volt egy fiatal ember, hogy még a hídgyülekezettek is levelet írt, adják vissza nekem tizedet. Mert mikor volt ez a vírus, tudod, akkor úgy utalta. És arról már dokumentum volt, az valami 5-600 ezerű szót, abban az időben, amit elküldött, kérte őket, hogy adják vissza, mert nincs tized. Honnét vette, figyelj. Becsapott állapot. Hát jó, kedves testvérem, ott voltunk 2 Korintus 17-ig, azt felolvassam.
mert pillanatnyi könnyű nyomorúságunk minden mértéket fölülmúló, világkorszakra szóló, súlyú dicsőséget szerez munkál számunkra. A nyomorúság. Mikor az Úr bevisz téged a nyomorúságba, akkor azt már meglátja, hogy mi a te szíved. Akkor bevisz a nyomorúságba. És a nyomorúság hithűséget ad, le van írva az igébe. Kitartó vagy az Úrba? Na akkor jön az áldás. Azt mondja az ige. Ha szomorú vagy az Úrban, az vidám leszel. Nem halálhoz az, hanem vidám leszel, mert egyszer csak felszabadítjuk a próbát kiáltat, és már jól vagy. És már pedig ez lesz mindenkinek. Úgy, anyagiakban, úgy, ebbe, úgy, abba, úgy, abba. Mert az Úr próbára tesz mindnyájunkat. Dicsőség neki. Róma 8:14. Fú, bele kell húzni, hogy itt egészen egészen igen. Szóljatok, ha ne beszéljek majd itt. 8:14. Figyeljetek, kedves testvére! Mert akiket Isten szelleme vezérel, figyelj! Ez a kulcs. Azok mind az Isten fiai. Akit nem, az nem az Isten fia, semmi köze hozzá. Ez több helyen leírja, az hústesti. Semmi köze hozzá. Istennek semmi köze, mehet, eladhatja a hálat, szétoszhatva a szegények között. Attól nem lesz megtérése, ő testi. Sehez bizony valóban van erőteljes eredelre van szükség. Erős igére, nem a tejre. Szeret az Úr, szeret az Úr. Ez a tejen itatás. Figyeljetek, testvérek! Róma 8:27. Azt mondja nekünk. Aki pedig a szíveket fürkészi, tudja, hogy mi a szellem gondolata, elgondolása, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Isten az ő maga tetszése szerint jár közben, ha már szentek vagyunk. Hát, hogy még nem vagy tökéletes, mint a Pál apostol is mondta, hogy még nem mondanám, hogy bevégeztem. De már az úton volt, és szentség alatt volt, és már Isten vezette őt. Isten nélkül nem fog szentségre jutni, nehogy azt hitt. Az, hogy te nem jössz majd otthon tanulmányozni a Bibliát, mindenkor tanulmányozni, az igazságra soha el nem jutnak. Ahhoz kell, hogy szentség alá jussál, és Isten azt mondja, most megmutatom az értelmedet. És akkor ő is ugrált, mint a... Régen ugráltam a Biblia fölött, olyan öröm volt bennem. Ugráltam. Ha valaki látná, biztos mondanak a túlmas futam, nem baj, jó ez a futam nekem. Megvoltam rá, hogy örülök, egy jó igét találtam, mint most is, nem egyet sem kettőt, mindegyik ige jó, de ami azt a jó behasít a szívedbe, tudod, és elgondolkodom rajta. Kedves testvérem az Úrban, jó a mi Urunk. Szóval ez volt a Róma 27, igaz, amit felolvastam. Máté 18:20. Máté 18:20, megyünk oda, és felolvasom nektek, dicsőségről vannak, 18. fejezet 20-as ige versét fogom felolvasni, ami ezt mondja. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, halleluja, dicsőség az Úrnak. Nem a hit gyülekezetben van, de nem a szabad keresztények között, de nem is az Omega hálózatban. Egyikbe se, mert mind a Vatikán alatt van. Következő tanítás lesz, hogy különbséget tudjatok tenni, mert mi a Jézus Krisztus felekezetéhez tartozunk. És háznál valahol gyülekezetben, hogy az ige írja. Nem a kézzel csinált nagy templomokban. És arra büszkékedünk, nekünk már minden városban van egy gyülekezetünk. Igen, a Vatikánnak van is, és ők is ott vannak. Hanem ketten-hárman összeöptök, én nevemben, az Úré jössz ide, ott vagyok köztetek. Én itt nem úgy mész el, ahogy jöttél. Csomagot le kell tenni, Szent Szellem tüze meg benne a szívbe. És lobogva, röpködve távozol már az ablakon. Már szentek. Dicsőség az Úrnak.
Hát mit mondott a Jeremiásnak? Mondta, szóval menj át a falon. De uram, én jöjjön. Ha menj át. És átment a falon. Úr Jézus Krisztus, hogy mennek eléjük? Ajtó be volt csukva. Szellemi ember, figyelj, de mindenek keretű. Dicsőség úrnak? De azért ne próbáld meg a falnak. Ha csak az úr nem mondja. Szóval kedves testvérem, bizony, ez a Máté 18.2.3-an ott vagytok, köztetek vagyok. Efézus 1.23. Halleluja, szent az Úr, dicsőség neked, Uram Istenem, ilyen elvetemülk az embert, mint én is, Uram. Te ideállítottál, Uram, mindenkor minden dicsőség, Uram, a tiéd. Nem az enyém, hanem a tiéd, Uram Istenem. 1.23. Efézus. Olvasom, kedves testvérem, az Úrban, figyeljetek. 22-től 23-ig. És mindent a lába alá vetett, és őt adta, fölül mindenek felett, a kihívott gyülekezetnek, az eklézsiának, Úr Jézus, a kihívott gyülekezetnek, az eklézsiának, ő a feje. Nem a Vatikánban az atya pedofil művekkel tele, meg homokossággal, meg hadd ne soroljam. Minden bűn, minden fertőnél terem, már lesz tanítás. Mikor Babilon el fog pusztulni, az föl van zsorolva, minden bűn onnét jön. Figyelj! 23-as éves. Amely az ő testülete. Kinek a testülete vagyunk? Úr Jézus Krisztusé! Halleluja! Úr Jézus Krisztus testülete vagyunk. Itt le van írva. Az ő testülete. És teljessége annak, aki mindeneket betölt, mindenekkel teljessétek. Amen. Sukka pandara és idébaraja. Hú! Mindent betölt az Úr. Pénzt is. Ő gondoskodik róla, te nehogy az itt. Te mindent eladsz, elindulsz az Isten irányába, hogy éjjel fogsz halni. Nagy tévedés ám. Az a nagy tévedés, akkor azt hiszed, hogy magadat kell tartani. Ez ma a nagy tévedés, és ez a nagy ego. Kevésség. És ellenáll az Úr. El nem tudod képzelni, ha példabeszédek leírja, hogy az mindenkor gyűjt, az kevesebb van neki, az igaznak meg álmában is áll neked. Se nem gyűjt, se nem írja az ige, az több van neki. Mert Úr betolja. Az Isten emberének betolja. A lévitáknak nem is adott földet, ne kapáljatok ki, ne csináltok semmit se, etetik őket a szellemi eledellehetessétek, és learatjátok a testet, mondja Pál apostol. Szóval szellemi eledet adunk néktek, ha nem áll nekünk rabunkba learatni a testük, le van írva a Szentírásban. Hát az lázadozik a tizedé, akinek a szíve nincs rendben. Ha ki más lázadozik, nem? Csak az. Figyeljetek! Se dártal az a lázdás se jön meg, most mindegy az, hogy te ezt nem tartod be, a másik meg amaz nem tart, csak kicsi kovász is meg kell ezt a tésztát. Testvérem, kicsi kovász is. Szóval, mosoltunk Efézus, felolvastam? 22-23, hol van? Efézus 1, 22-23. Igen, nem olvastam az még. Az nem volt? Betört, igen. Akkor most Efézus 3-6 jön. Halleluja, dicsőség az Úré. Olvasom, hogy a pogányok, nemzetbeliek, sors részesek és egy testület tagjai, szóval pogányok is megtérést kaptak. És itt előtte írja az ige, ugye még fölötte ez a Efézusi levélben, hogy az Úristen a két nemzetséget egyétette. Van a pogány nemzet és a zsidó nemzet. Egy. Nincs se zsidó, se görög, se magyar, se roma, mindenki egy. Térjél meg. Amen. A megtérés a bűnök bűnök ilyen, de tudjuk mi már. Olvasom szóval, hogy a pogányok, nemzetbeliek sors részesek lettek, és egy testület tagja, Úr Jézus Krisztushoz tartoznak.
mint mi is. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Az ígéretének részes társai. Krisztus Jézusban. Az örömhír evangéliuma által. Na van így, van dicsőség az Úrnak. Megkaptok, halleluja. Hú, nekünk már csak a bűnöket kell kivetni az életünkben. Hát milyen egyszerű, mi? De Úr Jézus Krisztus segít ebbe testvérekben. Na hát akkor menjünk tovább. Efézus 5.30-31-et olvasom. Hú, de jó az Úr. Olvasom. Mert soha senki maga hús testét, figyeld, nem gyűlölte. Igaz, ha jól tartjuk magunkat. Pacal egy kis, egy kis vagy, nagyon tudjuk szeretni a testünket, figyeld. Hús testét nem gyűlölte, hanem táplálja, ápolja, mint Krisztus is, aki hívott gyülekezeteket. Amen. Jézus táplál bennünket, mert kihívott bennünket. Ti itt vagytok, Úr Jézus Krisztus hívott be, az az Úr Jézus tót ide be, mert a kősziklára építkezzetek, és én építem az én gyülekezetemet, Jézus, nem Németh Sándor, meg az ördög, meg a Vatikán. Semmi köze Istenhez. Egyébként. Figyeljetek. Mivel, hogy az ő, figyeld, testületének tagja vagyunk. Súppatra. Ezért nem lehet bűnös egy se. Mert a bűnös valamelyik, akkor az összeset megfertőzi. Pál apostol azért ki is vetette a gyülekezetből. Persze, előtte rászólt, nem így köszön, nem úgy köszön. Aztán azt mondta, áttattuk a sátánnak a pusztulására. Ha nem akart kijönni a bűnből, csak folytatta, ki lett zárva a gyülekezetből. Nem véglegesen, hanem majd az ördögöt ad neki, azt már igazi megtérésre. Mint a tékozló fiú esete, ismeritek. Az is elment, elfrippelezte, elcsajozta rengeteg sok pénzt. Mikor már mosolyék se volt neki, visszamegyek az atyámhoz. És azt mondta az atyám, megtért a fiam örömmel. És mindjárt a legjobb tulok lett levágva. Mert megtért. De keresztül meg minden mocskot. Hát a Pál apostol is, nem? A gyilkos volt, és az Úrnak azt küldött. Na, hogy én gondol be? Gyilkos. De ő volt a földlevetés előtt már kiválasztva. De van írva. Na szóval. Azt mondja, 30-asat mondtam, 30-31. Mert soha senki maga hús testét nem gyűlölte, hanem táplálja, ápolja, mint Krisztus is a kihívott gyülekezetet. Mivel, hogy az ő testületének tagja vagyunk. Ezért elhagyta az ember az apját, anyját, ragaszkodott a feleségéhez, és lesz a kettő hús test egy. Akkor már nem a apuka, nem a anya ostója az észt ott annak fiatal házaspárnak, azt szétkapják a házasokat. Nem anyósnak kell megfelelni, se az apósnak. Külön kell menni, kész, befejeztük. Ennyi. Tudomásul kell venni. Első az Úr, aztán majd utána jönnek a szülőkör a gyerekek. De van írva. Nem fordítva. Akinek ami van a szívébe, ez cselekszik. Olyan jól mondja Úr Jézus Krisztus, vizsgáld meg a cselekedeteit. Kész, abban a pillanatban tudod, hogy ott van benne a szívbe, vagy nincs. Ott volna benne a szívbe, a szörnyű tőkére rá volna, ott van, nem merné megtenni. Ha most nem mindegy a döcsémet, vagy jól az észülnél, már nem élnek. De soha nem hagytam el egy Isten tiszteletet sem. Mert éppen az anyám, meg így anyám, és tápoltuk őt, még tudtuk, kész. De első dolog volt. Ő volt az Úr, az első. Itt ilyen, mikor ilyen helyzetekbe kerülnek emberek, akkor derül ki, mi van a szívében. Hát még nem addig mondhatja, igaz? Hanem ilyen helyzetekbe belekerülsz, akkor derül ki, mi van a szívedben. Na, várjunk tovább. Kolosé 1.17-18. Kolosé 1.17-18, olvasom. Ő mindenek előtt van, mindenesség, ő benne áll fönt. Jézus Krisztusban van minden. Az üdvösségtől kezdve minden ő benne. Kívül a semmi sincs. 18-as. Ő az eklézia. Jézus. Nem a Vatikán. Jézus.
Ki hív a gyülekezet? Amit Jézus hívott ki. Ő az eklézsia feje. Itt írja is a gyülekezet feje. Aki a kezdet, elsőszülött halottak közül, azért, hogy mindenekben övé legyen az elsőség. Az Úr Jézus Krisztus az eklézsiának, a kihívottaknak, a gyülekezetének a feje. Nem a Vatikán. Nem a nagy meg a gyülekezetek. Ez mind hamis, ez mind az ördögtől van. Majd a következő tanítás erről fog szólni, türelemmel azt is hallgassátok meg. Tudjatok már különbséget tenni, hogy most mi a gyülekezet. Mert sok ember el van zédőve, fogalma sincs, le van varázsolva a vatikáni gyülekezetek alatt. Következő tanítás erről fog szólni. Kedves testvéreim! Kolosé 1.24-25. Figyelj csak, mit mond nekünk. Most örülök értetek elvisel szenvedéseimet. Pál apostol ennél szenvedett, hogy mi ezt most itt olvashatjuk. Azt a pogánok be volt küldve, egy jó párszor megkövezték őt, tehát jó párszor megverték, hajótörés kétszer-háromszor, kalomába zárva, satac, kapottál rendesen. Azért, hogy most mi olvashatjuk az igaz evangéliumot. Szóval, most örülök értetek elviselt szenvedéseimnek, és kiegészítem viszontlásképpen, ami hiányzik, az én hús testemben Krisztus nyomorúságából. Az ő testülete javára, ami az eklézsia a kihívott gyülekezet. Jézus. Jézus maga a kihívott gyülekezet, ő maga a kőszikla, és akkor Péternek mondta, erre a kősziklára építek, és azt mondja, hogy én építem a gyülekezetemet, Jézus. Nem Németh Sándor, se Süveges Imre. Ez nem az Úrtól van, kedves testvéreim, és ezt nem rosszból mondom. Következő tanítás erről lesz, már mondtam. Figyeljétek csak meg. Figyeljetek, 25-ös. Melynek én diakónus szolgatevője lettem. Szolgatevő. Isten háztartási rendje szerint. Isten háztartási, nem a maga rendje szerint. Azt csinálok, amit akarok. Amely ti végettetek, kaptam, hogy betöltsem az Isten igéjét. Amen. Amen. Mit mond, bekötöltem én. És máshol mindenhol azt ide, hogy Isten rabszolgája vagyok. Nem szolga, rabszolga. Kihozott engemet az ördög rabszolgaságából, szabaddá tett, és akkor mondja, szabadok vagyunk, hanem nem a bűnre. És amint átlépünk Úr Jézus Krisztus rabszolgaságába. Kedves testvéreim, Kolosé 3.15.16. Jöjjétek ide. Olvasom. Ami ezt mondja. És Krisztus békéje uralkodjék, legyen a döntőbíró a szívetekbe. Jézus döntsön a te dolgaid felől, ne te. Legyen ott benne a szívedbe, azt majd azt mondja, ne menj oda, lányom, nem. Gyere ide, majd utána menj oda. Szívetekbe. Erre is vagytok hivatva. Egy testületben. És legyetek hálálatosak. Mindenkor mindenért hálát adjatok. Az Úr megdorgál, írja az ige, azért adja hálát. Mert a jó útra mindig vissza akar pofogni. 16-os. Krisztus igéje lakozik bennetek. Nem a sok hülyeséget nézni, Facebook, meg ilyen könyv, olyan könyv, tele van írva defektekkel. Tele van írva defektekkel. Gazdagon minden bölcsességgel, gazdagon minden bölcsességgel. Bölcsességre kell a gazdagság. Gazdag légy bölcsességben. Tanítsátok, intsétek egymást. Tanított, te jobban tudod, vagy látod a testvéred elbukott ebbe, akkor megint előtt szeretette. Máshol is van még van. Zsoltárokat, himnuszokat, szellemi dicséreket, hálás szívvel énekeljetek a szívetekben Istennek. Amen? Amen. Kedves testvéreim, mai napban egyébként bele. Mindenki gondolja meg, hol van az ő szíve.
Az urnára vagy a másik urnára? Vagy itt is, meg ott is, akkor a másik urnára. Két urat nem lehet szolgálni. Egy imádságra befejezni. Drága jóságos mennyei atyám, hálásak vagyunk neked, Uram, ezeket az igékért, Uram. Istenem, mindenkor minden dicsőséget adunk, atyám, hogy te Szent Szellem által ráteresz bennünket erre a szűk keskeny útra, és a félrelépnénk a széles úton, ami könnyű, de viszont a pokolba vezet. Uram, leírod a Máté evangéliumában, maga Úr Jézus Krisztus mondja, hogy igen, sokan járnak a széles úton, de kevesen ismerték meg a szűk keskeny utat, amely a mennyek országába vezet. Uram Istenem, a mi szánkat csak hála tudja elhagyni, hogy Úr Jézus Krisztus nevében jövünk össze. Úr Jézus Krisztus érdel, gyülekezet, Uram Istenem, nem a miénké. Úr Jézus Krisztus vezet bennünket ezen a szűk keskeny úton. És azt mondja a mennyei Atya is, hogy szeretek, én megbordálom. Betett bennünket a borsajtóba, és miután kicsavarta sok-sok bűnt, megtérésre jutottunk, akkor tudunk szolgálatba állni, hiszen Apcsel 2.38-ban leírja, valljátok meg bűneiteket, bánjátok meg bűneiteket, hogy a Szent Szellem ajándékát tudjátok venni. És ekkor a Szent Szellem ajándéka megnyilvánul az életünkben, kinek mit adott az Úr, tanító, profétát, kinek mit, és ez fog működni a gyülekezetben. Jézus Krisztus hatalmas nevében köszönjük, Uram, a te hosszú tűrésedet, Uram, hogy megbotlunk, meg mindig itt vagyunk, nem kaszálsz el bennünket, Uram Istenem, mert te hosszú tűrő Atya vagy. Köszönjük neked, Atyám, és hálásak vagyunk, és én megáldom a drága testvéreimet, akik nézik, követik ezeket a tanításokat, hiszen ezek kemény eredel, és maga Pál apostol mondja a zsidóknak, hogy hát nektek kemény eredelre volna szükségetek, de még mindig a tejen kell, hogy itassanak benneteket. Uráldjon meg benneteket Jézus nevében. Amen.